Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel, nézzük az ajánlót. 2 óra alatt elfogták, megszökött egy rab a szekszárdi börtönből, 60 napja lett volna hátra. Sikeres akció, második világháborús robbanószereket foglaltak le Kaposváron. Külföldről is többen jöttek, teltházzal mentek a szállodák a hosszú hétvégén. Munkát, szakmát adnak mindenkinek, sikeres a baranyai foglalkoztatási paktum. Megoldódik a szennyvízelvezetés Bátán, Lajvéron és Kövesden, továbbá megújul a szennyvíztelep Bátaszéken. A közel 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg, várhatóan 2020-ra. A települések régóta vártak már erre a fejlesztésre. Csövek, markológépek, földkupacok jelzik, hogy a bátaszéki szennyvíztelepen javában zajlik a felújítás. A rekonstrukció egy közel 1 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg. Ez egy új medenceépítését és új technológiai elemeknek az elhelyezését jelenti. Erre azért volt szükség, hogy egyrészt megnövekszik majd a befogadott szennyvíznek a mennyisége, másrészt a tisztítási paraméterek már megváltoztak, tehát magasabb határértéket kellett a telepnek biztosítani ahhoz, hogy környezetvédelmi szempontból minél tisztítottabb szennyvizet lehessen kibocsátani. Ez fog lezajlani a beruházás keretében, illetve hát több település részünk is, ahol korábban nem sikerült a szennyvízvezetéket kiépíteni, most hálózattal kerül ellátásra. A beruházás befejeztével Bátaszék egész területét lefedi majd szennyvízhálózat, és megoldódik a szennyvízelvezetés Lajvéron és Kövesden is, amit a helyiek régóta vártak már. Bátán pedig több ponton szennyvízhálózatot építenek ki. A polgármester szerint ezzel és egy korábbi ivóvízjavító projekttel együtt környezetvédelmi szempontból nagyot lép előre a település. Városra ugyanis csak olyan település válhat, ahol a közművek rendben vannak. A jelentősége nagyon nagy, hiszen pont az a falu rész nem volt ellátva szennyvíz elvezetéssel, ami védett terület, ami környezetvédelmileg nagyon fontos lett volna, és éveken keresztül dolgoztunk a képviselőtestülettel ezért, hogy végre egyszer megépüljön ez a projekt. A közel 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg várhatóan 2020-ra. A településeknek egyetlen forinttal sem kell hozzájárulniuk a beruházások költségeihez, egy pályázatnak köszönhetően. 1,2 milliárd forintból épülhet úszoda Siófokon, így jobb körülmények között sportolhatnak a profik és az amatőrök egyaránt. A létesítmény akár 2020-ra elkészülhet. Lehet látni a 65-ös út mellett, azt gondoljuk, hogy sokkal több lehetősége lesz majd a városlakóknak idejönni és infrastruktúrálisan megközelíteni ezt a helyszínt. Itt a 65-ös szám út mellett épülhet majd meg a siófoki úszoda. A beruházás nagy részét a társasági adóból finanszírozzák majd. Gyakorlatilag a város 30%-os beruházási költségből tudja megvalósítani a beruházást, tehát ebből tud megépülni az úszoda, és a maradék 70%-at pedig társasági adó formájában tudja támogatásként összeszedni a város. A 33 méter hosszú 8 pályára osztott uszoda nem csak az amatőr, hanem a versenyszerűen sportolók számára is kiváló gyakorlási lehetőséget biztosít majd. Szajc Adrián azt mondja, már másfél éve lehetett volna pályázni a lehetőségre. A héten végre az előkészítés ismét napirendi pontra került. A héten volt egy egyeztetés a hivatalban, ahol napvilágot látott és tájékoztatást kaptam és kaphattunk arról, hogy a tervezés gyakorlatilag elkezdődhet, és végre elkészültek a tervezéshez szükséges dokumentumok és előkészületek. Az 1 milliárd forintos beruházás várhatóan 2020-ra készülhet el. A hosszú hétvégén több ezren indultak útnak, hogy egy-egy temetőben megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Sokan azonban ezt a 4 napot használták ki a pihenésre is. Zamárdiban a kalandpark, Igalban a gyógyfürdő is megtelt kikapcsolódni vágyó családokkal. Átlagosan 3 éjszakát töltöttek a szállodákban, és újdonság, hogy a korábbi évekhez képest 15-20%-kal több külföldi is ebben az időszakban érkezett pihenni. Kérlek szépen a családi egyet, 2 felnőtt, 1 gyerek. Sokan választották kikapcsolódásra az Igali gyógyfürdőt a hosszú hétvégén. Temetőjárat is, pihenés is, fürdés is.
Az egész országból érkeztek a somogyi gyógyhelyre. Sokan döntöttek úgy minden szentek napján, hogy a gyertyagyújtás és a közös megemlékezés előtt még kikapcsolódnak. Ez a család Pákozdról érkezett. Most itt töltjük ezt a napot, itt megfürödtünk, egy kicsit jól érezzük magunkat, kipihenjük magunkat itt a hosszú hétvégén, és aztán megyünk a temetőbe a szeretteinkhez. Virágot viszünk, gyertyát gyújtunk, és egy kicsit még kirándulunk majd Kaposváron. Gyerekzsivajtó volt hangos ez a kalandpark Zamárdiban. Ide is sok család érkezett a hétvégén, hogy együtt kapcsolódjanak ki. Az akadálypályákat és a játékos feladatokat a gyerekek élvezték a legjobban. Nagyon tetszenek az akadályok, és szuper jól érzem magam. A családokat a jó idő is motiválta a kirándulásban. Tapasztalat szerint inkább belföldről érkeznek a vendégek, viszont idén legnagyobb meglepetésünkre legalább a vendégeknek a negyede külföldi. Tehát szép számmal megjelentek most a külföldiek is. Ez a zamárdi szálloda is teltházzal üzemelt, de még az utolsó pillanatban is sokan kerestek szabad szobát. A legtöbben 3 éjszakát töltöttek itt el. A szakemberek szerint a szokatlanul meleg időjárásnak is köszönhető, hogy ennyien döntöttek a balatoni pihenés mellett. 14 baleset történt Tolna megye útjain a hosszú hétvégén. Az M6-os autópályán 2 ember életet követelt egy karambol, de nem csak a rendőröknek, a tűzoltóknak is volt dolguk bőven. A hatóságok azt kérik, figyeljünk jobban egymásra és magunkra. A balesethez érkező rendőrök készítették ezeket a fotókat az M6-os autópályán pénteken. A tragédiát egy német rendszámú autó magyar sofőrje okozta. Hátulról hajtott bele az előtte haladó másik autóba, amiben 4 utaztak. Mindannyian Pest megyében Pilisvörösváron éltek. Ebben 2 életüket vesztették, egy 49 éves férfi, illetve egy 49 éves hölgy. A járműben még 2 személy utazott, egy 18 éves és egy 22 éves fiatal, akik súlyos sérüléseket szenvedtek. A hátul érkező járműnek a vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet. Ezen kívül még 13 baleset történt a hosszú hétvége alatt Tolna megye útjain. Ezek a fotók vasárnap délelőtt Szekszártól néhány kilométerre a Kesei úton készültek. Az autóban 4 utaztak, a sofőr nem tudni miért az árokba hajtott. 3 súlyosan sérültek, meg egy személy pedig könnyebben. Tömegek lepték el a Tolna megye temetőit halottak napján. A katasztrófavédelem szóvivője azt mondja, az emberek körültekintően emlékeztek meg szeretteikről, mécsesek miatt egyetlen tűzeset sem volt, más viszont bőven adott munkát a tűzoltóknak. 3 esetben a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, 1 esetben pedig a simontornyai önkéntesek tűzesethez. Az 5 műszaki mentés közül 3 közlekedési baleset volt. Az egyik az M6-oson péntek este történt halálos kimenetelű baleset, itt a paksi hivatásos tűzoltóknak kellett beavatkozni. Szombaton pedig a Kesei-Ési úton történt szintén egy közlekedési baleset, ahol a szekszárdi hivatásos tűzoltók vágtak ki 2 sérültet a személygépjárműből. A rendőrség mellett a katasztrófavédelem szakemberei is azt kérik mindenkitől, aki az utakat használja, hogy vezessenek óvatosan. 2 elteltével ismét a rácsok mögött volt az a fiatalember, aki megszökött a szekszárdi büntetés végrehajtási intézetből. A 19 éves elítéltnek alig 60 napja volt vissza előző büntetéséből. Szabálysértési elzárás alatt volt az a 19 éves fiatalember, aki megszökött a szekszárdi BV intézetből. A BV dolgozói a rendőrséggel szorosan együttműködve 2 alatt elfogták a szökevényt. A fogvatartottnak mindössze már csak 61 napot kellett volna még eltölteni a rácsok mögött a szabadulásáig. Ilyenkor az a tapasztalataink munkatársaimnak, hogy aki ilyen rövid végrehajtási idővel rendelkező fogvatartottak a szökésének a hátterében mindig valami családi probléma vagy valami magánéleti okok állnak fent. Mindig el szoktuk mondani azt, hogy a fogvatartottak, az elítéltek valóban nem mérlegelik, hogy nem érdemes szökni, és ezt szoktuk mi is hangoztatni, hogy valóban nem érdemes szökni, hiszen ez a példa is jó arra a tegnapi eset, hogy a szökevényeket rövid időn belül, általánosan néhány óra leforgása alatt a büntetés végrehajtás dolgozói vagy a rendőrség munkatársai elfogják. A szökés körülményeiről jelenleg belső vizsgálat zajlik a börtönben. A szökött rabra a törvény szerint akár 3 év újabb büntetés is várhat.
Tüzérségi lövegeket, több száz lőszert és más második világháborús haditechnikai eszközöket is lefoglaltak a rendőrök két kaposvári férfi pincéjében. Az esettel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Szijjártó István bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes elmondta, a két férfi a nyomozás során együttműködött velük. Elmondásuk szerint hobbiból gyűjtötték a háborús robbanószereket. Tettükért akár 8 évet is kaphatnak. Durván 50 darab 82 mm-es orosz aknövető gránátot találtunk. Ezek jó része a robbanóanyag eltartásra kerülő, illetőleg volt olyan, ami különösen veszélyesnek minősítették a tűzterés szakértők. Emellett tüzérségi lövegeket, illetve különböző lőfegyver fődarabnak minősülő tárgyakat is találtak annak a 23 éves kaposvári férfinak a pincéjében, akinél október 26-án tartottak házkutatást. A robbanóanyagokat, illetőleg a második világháborús haditechnikai eszközöket A. András és B. Péter úgynevezett hadszintérkutató tevékenysége során szerezte. Nagyrészt Nagybajom térségében, ahol a második világháborús hadműletek folytak. A helyszínre a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálata, a Terrorelhárítási Központ, a Kaposvári Rendőrkapitányság rendészeti kollégái, valamint a bűnügyi osztály szakembereit is riasztották. A lőszereken és a gránátokon kívül pedig nagy mennyiségben kábítószert is találtak. A házkutatások eredményeképpen a fiatalembernél kábítószer fogyasztáshoz alkalmas eszközöket, illetve a rajta elvégzett szakértői vizsgálat alapján a vérében kábítószer maradványokat találtunk, tehát kábítószer tartása bűncselekményt mindenképpen elkövette. A nyomozás során egy másik hobbi lőszergyűjtőt is elfogtak a rendőrség munkatársai. Megnevezte azt a szemét, akinek ő egy orosz hadipuskát adott kölcsön. Ő nem más, mint B. Péter, szintén kaposvári lakos, akit a kollégáim a Tesco parkolóban a TEK segítségével fogtak el. Ő elmondta a vallomása során, hogy valóban volt nála ez a hadifegyver, egy pár napig, de visszaadta utána a barátjának, és a nála lefolytatott, szintén egy kaposvári családi házban lefolytatott házkutatás során nagyon-nagyon nagy mennyiségű, szintén elsősorban második világháborús tüzérségi aknákat, lőszereket, bombákat találtak a kollégáim. A nyomozás során a két kaposvári férfi mellett tanúként hallgattak ki egy bárdudvarnoki lakost is. A sajtótájékoztatón a szakemberek kiemelték, a terrorcselekmény elkövetésének gyanúját a nyomozás során kizárták, a lövegek és gránátok szakszerűtlen tárolása azonban nagy bajt is okozhatott volna. A két férfi a tárgyalásig szabadlábon védekezhet. Fenntarthatóság kell, hogy jellemezze az egyetemi fejlesztéseket, mondta a Pécsi Tudomány Egyetem rektora. Misete Attila kiemelte, gazdasági kényszerben van a város és a megye. Összefogásra van szükség, hogy növekedésnek induljon a térség. Ezért valódi összefogásra törekszik az önkormányzatok vezetőivel, gazdasági döntéshozóival. Az egyetem vezetője beszélt stúdiónkban az intézmény helyzetéről, fejlődési lehetőségeiről. Misete Attila kihangsúlyozta, hogy összefogásra van szükség, hiszen a térség gazdasági helyzete erre kényszeríti az egyetem és a város, valamint a megye vezetését. Nagyon sok pécsi projekt úgy bukott el, hogy igazából a projekt céloknak nem igazán megfelelő javaslatok kerültek ki, lecsó mindent bele típus, tehát egészen biztosan kell egy olyan kis testület, megértés a város, egyetem, megye, iparkamara, ipari szereplők között, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg a projektek célhoz kötöttsége az megfelelő legyen. Nem szándékunk olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyekről ki fog derülni pár év után, hogy valójában gazdaságtalanok. Az egyetem el tudja érni 2020-ig az 5000-es külföldi hallgatói létszámot, de a demográfiai helyzet miatt nem lesz újra 30000-es diák létszám a Pécsi Tudomány Egyetemen a közeljövőben, mondta stúdiumban a rektor. Nem volt elég pályázó, ezért nem tudták szétosztani Tornán azt a felsőoktatásban tanuló helyi hallgatóknak szánt ösztöndíjat, amire a pénzt a város egy pályázaton nyerte. A diákok szemeszterenként összesen 1 millió forintra pályázhattak volna, ehhez arra volt csupán szükség, hogy a tanulmányi átlaguk elérje a 3,8-as átlagot, és hogy szociális helyzetük alapján is jogosultak legyenek a juttatásra. Az önkormányzathoz összesen 5 igénylés érkezett be, így a pénz nagy része most a városnál marad,
alatt, de a hallgatóknak lesz még esélyük újra próbálkozni. Gyakorlatilag 2x100 és 2x70 000 forint kiosztásáról döntöttünk. Nyilván itt a tanulmány eredmény szociális rászorultság számított, és a fennmaradó összeget pedig ebben az évben már nem írjuk ki újra, hanem a jövő évi 1 millió forinthoz hozzá csatolva, akkor értelemszerűen az 1 millió, többit 1 millió 600 ezer forintot két részre bontva márciusban és szeptemberben fogunk újra pályázatot kiírni, ugyanezekkel a feltételekkel. Legalább 2000 munkanélküli bevonása a képzési munkaerőpiaci programokba 2021-ig, ez a célja eredetileg a Baranya foglalkoztatási paktumnak. A megyei önkormányzat vezetésével, felmérve a helyi igényeket, szakképesítést szerezhetnek azok, akik munkát keresnek Baranyában. Elhelyezkedésüket is segítik, munkabértámogatást kapnak az őket alkalmazók. A program olyan sikeres, hogy növelni akarják a képzésbe bevonhatók számát. A komlói városházán gyűltek össze a Baranya megyei foglalkoztatási paktumban résztvevő vállalkozók, a kezdeményezés irányítói, szakértők kedd délután. 2,7 milliárd forintból növelhetik a program keretében a foglalkoztatást Baranya megyében. 2017-től 2021-ig 2000 embernek a bevonását teszi lehetővé olyanok a munkaerőpiacra, olyan emberekét, akik, hát mi úgy szoktuk mondani, hogy 9 szempontból hátrányosak, tehát felsorolhatjuk az alacsony iskolai végzettséget, a közmunkát, a tartós munkanélküliséget, a roma származást. Ezeknek az embereknek a képzését, valamint munkabérét is támogatják a program forrásaiból. Komló polgármestere szerint minden területen igény van a munkaerőre. Udvarostól a betanított munkáson át a szakmunkásig mindenkit keresnek, és a munkaügyi központ a régi lánykori nevén az mindig partner abban, hogy azokat a képzéseket, amelyek szükségesek a vállalkozók részére, azt biztosítsa a munkavállalók számára. Komlón jelenleg 8% körül van a munkanélküliség. Őket a cégek, vállalkozások igényei szerinti szakképesítéssel munkába lehet állítani, mondja a polgármester. A foglalkoztatási paktum a megyei önkormányzat jelenleg legnagyobb és legsikeresebb pályázata. Több mint 2 milliárdos a programkeretünk, és több mint 2 évünk van még hátra a programból. Nagyon jól állunk vele, hiszen a számok tekintetében azt tudjuk mondani, hogy 70%-os a munkahely azok a személyeknek a száma, akik az a program elvégzése, a tanfolyam elvégzése, a munkába is állnak, és ott sikeresen megállják a helyüket. Annyira sikeres a program, hogy a megyei önkormányzat azt kéri, emeljék azoknak a munkakeresőknek a számát, akiket képezhetnek még. Így minden jelentkezőt vártnak, aki szakmát, végzettséget szeretne. Komlón a helyi munkáltatókkal közösen beszélték át a fórumon, hogy milyen képzettségű embereket foglalkoztatnának. Tavasszal elkezdődnek a Sió projekt kivitelezési munkái. Ezek részeként a Sió csatorna mentén Szekszárd és Siófok között kerékpárosoknak, túrázóknak és kajakosoknak, valamint kenusoknak alakítanak ki turisztikai infrastruktúrát. A projekt első ütemeként több mint 1 milliárd forintos fejlesztés sorozat indul. Tavaly februárban Siógárdon készültek ezek a felvételek. Már akkor tudni lehetett, hogy a településen keresztül halad majd a Sió projekt részeként épülő Szekszárdot-Siófokkal összekötő kerékpárút. A fejlesztés Szekszárdot-Siógárdot, Medinát, Pálfát és Simontornyát is érinti. Siógárd polgármestere szerint a beruházásoknak köszönhetően sokkal több turista látogat majd a faluba, ami jót tesz a helyi gazdaságnak is. Ha majd megépül és először tekerünk majd rajta egyet, akkor fogjuk látni, hogy még ha gyorsabban is teker az a turista, meg fog állni, mert olyan szép környezettel találkozik, hogy nézegetni fog. A projekt most kapott zöld utat, a fejlesztés lebonyolító Tolna megyei önkormányzatnál elvégezték az előkészítő munkát, így hamarosan elkezdődhet a 62 km hosszú nyomvonal kialakítása. A bicikliút mellett és a településeken fedett kerékpártárolókat, akadálymentesített pihenőket és mosdókat is kialakítanak. Erre közel 400 millió forintot költenek el. Később további 300 millió forintból a Sióvízén kenuval vagy kajakkal levezőknek hoznak létre pihenőket, további 300 millió forintból pedig egy turisztikai központ épül. A Tolna megyei önkormányzat elnöke szerint ezek a fejlesztések nem csak a turistákat, hanem a helyieket is szolgálják.
Nyilván a településen ez élénkülést hozhat a gazdaságban, hiszen szobákat adhatnak ki, kiszolgálhatják az erre érkező kerékpáros és gyalogos és egyéb turistákat. Valamelyest a gazdaságon is élénkítenie kell ennek a történetnek, hiszen köztudott, hogy a turisztika minden országban jelentős idegenforgalom, ugye jelentős bevételeket biztosít a településeknek, illetve az adott ország résznek. A SIO projekt első ütemének kivitelezési munkái a tervek szerint 2019 tavaszán kezdődnek el. 60 millió forintból újult meg a védőnői szolgálatnak helyet adó épület Balaton-Mária fürdőn. A fejlesztésre az akadálymentesítés és a nagyobb helyigény miatt volt szükség. Kialakítottak egy több funkciós helyiséget is, ami babamama programoknak, csoportos foglalkozásoknak, várandós tornáknak is helyet adhat majd. A most átadott felújított épület már a 80-as évektől egészségügyi szolgálatnak adott otthont. A topos programnak köszönhetően energetikai korszerűsítés, az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, belső felújítása is elkészült, nem is beszélve a védőnői munkához elengedhetetlen eszközökről. Vadonatúj eszközöket kaptam, tehát elmondhatom, hogy a látásvizsgáló tábláktól a hallásvizsgáló készülékig, a mérlegekig, a nőgyógyászati vizsgálóasztalon át a gyönyörű új pakolókig minden vadonatúj lett, úgyhogy ezek a munkámat jelentősen megkönnyítik. Sokkal jobb dolgozni egy új modern eszközzel, mint a régi, nehezen működő, kiszuperált eszközökkel. Az ünnepélyes avatón azonnal a szülők és a gyerekek kedvence lett az a multifunkciós szoba, amely babamama programoknak, csoportfoglalkozásoknak, várandós tornáknak is helyet ad majd. Móring József Attila országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, körvonalazódni látszik már a Magyar Falu program, amely a vidéki kistelepülések számára ilyen és hasonló beruházások kivitelezését teszi majd lehetővé. Alsóbrendű, sokszámjegyű utak felújítása mellett olyan szolgáltató központok, olyan szolgáltató pontok kialakítására, felújítására is lesz lehetőség, amely magába foglalja az orvosi rendelőket, védőnői rendelőket, óvodákat, bölcsődéket, úgyhogy nagyon remélem, hogy sok falu ezzel a lehetőséggel élni fog. Balaton-Márián a születések száma évről évre emelkedik. Az idei év végéig 16-17 új baba érkezése várható. Őket és szüleiket már a felújított és minden igényt kielégítő védőnői szolgáltató épületben fogadják majd. A hosszúra nyúló enyhe ősz kifejezetten kedvez a vírusoknak. Tornán most a krupp okozott jelentősebb forgalmat az orvosi rendelőkben. A házi orvos azt mondja, a betegség akár súlyos, csak kórházban kezelhető tüneteket is okozhat. Egy édesanya töltötte fel ezt a videót az internetre. A képeken a fia lélegzetvétele hallatszik, a gyerek krupp vírustól szenved. A betegség belégzéskor nehéz légzést okoz, emellett jellemző, hogy a beteg gyerek száraz, jellegzetes ugatóköhögés kíséretében veszi a levegőt. A legenyhébb esetben csak egy, úgy szokták a szülők mondani, egy ugatóköhögés, ez nagyon típusos, egy ilyen száraz, erőltetett köhögés, és hát ez az a súlyossági fok alapján hát elmehet odáig, hogy kifejezett nehéz légzés, belegzési nehezítettség van, tehát egy fulladásos állapot. A kisgyerekeknél jellemző roham súlyos, életveszélyes állapotot eredményezhet a kialakuló oxigénhiány, a szervezet kimerülése vagy a légút teljes elzárodása miatti fulladás következményeként. Ez a betegség jelent meg most Tolnán a gyerekek között, ketten kórházba is kerültek. Megelőzni én nem gondolom, hogy ezt meg lehetne. Ez az ősz-tavasz betegsége, de szerintem kimondottan az időjárás függő dolog. Bár kifejezetten a krupp megelőzésére nincs kidolgozott módszertan, a szakértő mégis azt mondja, a felső légúti betegségek ellen legkönnyebben sok vitamin és folyadék bevitelével és rendszeres testmozgással lehet a legtöbbet tenni. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig.
Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. A Matt Marquezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszol perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512 678 www.metmar.hu. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Nemzeti gyásznap, a hősökre emlékeztek Pécsen is. Viharjelzés, új technológiával fejlesztik a rendszert jövőre a Balatonnál. Bemutató, gyerekdarabot vitt színre a Magyarországi Német Színház. Újra nyertek a pécsi kosaras fiúk, a tabella élére ugrottak. Pécset az aradi vértanúk útján lévő 56-os kopjafánál tartottak megemlékezést és koszorúzást az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 62. évfordulóján a Nemzeti Gyásznapon. Az eseményen részt vett Debreceni László is, akit 1956-ban 5 éves orvostanhallgatóként a Pécsi Egyetemi Ifjúság egyik vezéralakjává emelt a történelem. Debreceni Lászlót a Magyar Érdemrend lovak keresztjével és szabadságdíjjal is kitüntették a közelmúltban. Az Egy medikus barangolásai Börtönországban című könyvében, akárcsak a valóságban, megbocsátással és derűvel néz vissza ifjúságának egész életét meghatározó élményére, az 56-os forradalomra. Olvastam valahol, hogy a győzelem nem csak azt jelenti, hogy felülkerekedünk, hanem hogy megmaradunk, megőrizzük az eszméinket, megőrizzük a hitünket, és fennmaradunk, tovább élünk. És november 4-e tulajdonképpen ezt is üzeni, hogy ugyan 200 ezeres hadsereg, 4000 harckocsival letiporhatta az országot, 3000 halottat hagyva maga mögött. Egy rettenetes megtorlás követte ezt, és még jött 31 nehány év diktatúra, de mégis ma itt vagyunk, egy szabad, független Magyarországként, és talán a hangunk ma hangosabban hallatszik, mint ahogy az a torkunkon kifér. Új karmesterrel kezdi meg munkáját a Pannon Filharmonikusok. Gilbert Vargát sajtónyilvános testületi ülésen mutatták be a Pécsi Kodály Központban. Az együttesnek ezentúl 2 vezető karmestere lesz a jól bevált külföldi példák alapján, mely egyben korszakváltást is jelent. Az együttes először tartotta a teljes társulat részvételével zajló sajtónyilvános társulati ülést. Ez a korszakváltónak nevezett esemény jelentőségét is hangsúlyozza. Ennek célját a magyarországi vezetőzenekaroknál a stabilitás megteremtésében látja Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója. A fővároson kívül és létrejöhet egy olyan művészeti társulat, ami státuszkójában nem csak társadalmi elismertségében, nem csak a szakmai visszacsatolásban, nem csak a közönség szeretetében, nem csak a szponzorok támogatásában, hanem a kulturális élet státuszkójában is Magyarország meghatározó művészeti együttese. A következő periódus, amelyet közösen kezdhetünk, ennek a ténynek, a,
a rögzítésére, stabilizálására is szolgál. A magyar származású maestro Gilbert Varga először vállal ilyen feladatot. A sajtónyilvános társulati ülésen elmondta, korábban már játszott a pannonfilharmonikusokkal egy hetet, és Bogányi Tibor munkáját is megismerte. Kiváló véleménnyel volt, ezért döntött úgy, hogy elfogadja a felkérést, és vállalja a másik vezetőkarmester szerepét, ezzel a további fejlődés útját megteremtve a zenekar számára. Bogányi Tibor a zenekar vezető karmestere a közös munkára személyes szakmai kihívásként és egyben emberi megmérettetésként tekint. A 8. éve itt dolgozó karmester külföldi és fiatal tehetségeket hozott a zenekarhoz, ezzel az együttes szakmai pozícióját erősítve. Egy olyan szintű partnerség és kiegészítő elem és egy új szintet fog hozni a mi életünkben, amit lehet, hogy én nem is tudnék. Tehát így még jobban fogunk tudni fejlődni, és van egy 3 évünk, amikor megmutathatjuk, hogy bizony már olyan produkcióink vannak, amik a nemzetközi porondra egy az egybe adaptálhatóak, de így még több olyan produkciót fogunk tudni adni a közönségünknek, ami egyenesen Berlinben, egyenesen Londonban, New Yorkban elképzelhető. A két karmester más zenei érdeklődése erősíti, gazdagítja a zenekar repertoárját. A maestro a korábbi nemzetközi karmesterekhez hasonlóan tovább erősíti a város kulturális rangját, országosan és nemzetközileg is. Gilbert Varga januárban lép az együttessel közönség elé Pécset. 80 millió forintos pályázat keretében hozták létre a pécsi népmesepontot a kulturális központban. A projekt célja, hogy már fiatalkorban felhívja a figyelmet az olvasás fontosságára. Az elkövetkező időszakban 11 pécsi oktatási intézményből érkeznek majd gyerekek, hogy megismerkedjenek a népmeseponttal. A mesepontban a vendégeket szeretettel várják. Rövid verssel készültek a gyerekek a pécsi népmesepont átadó ünnepségére. A kulturális központban 80 millió forint értékben valósulhat meg ez a beruházás 2018. április és 2021. március között. A projekt célja a gyerekek, diákok számára annak felismertetése, hogy az olvasás már fiatal korban mennyire fontos ahhoz, hogy szellemileg aktív életet éljenek. Hoppá Péter az ünnepségen elmondta, abban bízik, hogy igazi városi intézményként fog majd működni, de megyei kihatással ez a népmesepont. Ezt a kvázi hógyakorlatot, ezt sok-sok intézmény megpróbálja integrálni a saját pedagógiai programjába, mert hogyha ez egy katalizátorként is használatos lesz ez a itteni pécsi népmesepont, akkor érünk el igazán eredményt, hogyha másfél év után nem egy kipipált és letelt 80 milliós projektnek a beszámolóját írjuk meg és számolunk el tisztességesen, hanem hogyha ez a társadalmi mozgásba bekerül, és hogyha ez sok-sok intézményben, mint jó gyakorlat, a mindennapok részévé válik. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a rendszeres nem formális és informális tanulás közvetetten hozzájárul a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentéséhez is. Szigorúan lelkemre kötötte, hogy éveját pásztorkodjam, mert ha a marhák tilosba találnak menni, bocska, szia, hasít a hátamból! A projekt célcsoportját alap- és középfokú oktatásban résztvevők, végzettség nélküli iskolaelhagyásban veszélyeztetett gyermekek, korai iskolaelhagyók, valamint óvodások alkotják. Az átadó ünnepségen Őri László úgy fogalmazott, közösségformáló szerepe is van a pécsi népmesepontnak. Egy olyan közösségi teret hozzunk létre, ahol városi környezetben élő gyermekek találkozhatnak és megismerkedhetnek azzal a magyar kulturális örökség részét képező mesevilággal, amely a nagyvárosi környezetben, a tévéből, az interneten érkező mesék világában ma már egyre kevesebb részt vagy szeletet foglal el. Országosan egyébként 15 ilyen népmesepontot létesítenek az elkövetkező időszakban. Itt Pécsen 11 oktatási intézményből érkeznek majd gyerekek, akár szülőkkel is, hogy egy tanórányi időt eltöltsenek ebben a mesevilágban. Új darab bemutatójára készül a Szekszárdon működő Magyarországi Német Színház. La Fontaine Tücsök és a hangya című meséjének alapötletéből készült a Tücsök és a vakond történetét színre vívő előadás. Ezúttal ismét a jövő színház látogatóit csalogatja a Szekszárdi Német Színház. A koncepció szerint minden évadban bemutat a társulat egy meseelőadást is, segítve a kicsiket a nyelvtanulásban, és azt a pozitív hatást akarják elérni, hogy a gyerekek értik a német nyelvet, amit tanulnak. Ennek megfelelően segédszövegek hangzanak el a darab során magyarul is, hogy a látogatók ne veszítsék el a fonalat.
Ebben a mese produkcióban is úgy dolgoztunk a nyelvvel, hogy azért több helyen előjön a magyar nyelv is, tehát megsegítjük a gyerekeket. Mielőtt elvesztenék esetleg a figyelmüket mégis, azért ott akkor megint van egy magyar rész, egy pici. És azt gondolom, hogy ezáltal meg, hogyha mindig még magyarul is pici segítséget kapnak, még inkább az élmény a végén, hogy hát ők teljesen értették az előadást, és ők már nagyon jól tudnak németül. Nincs mit ennem. Dolgoztam volna a földeken. Mein Feldbestellt. A rendező Ingmar Lübke először rendez Szekszárdon. Azt mondja, ez a változata a mesének különbözik az eredeti La Fontaine mesétől, hiszen itt pozitív kicsengése van a történetnek, hiszen a tücsök barátra és otthonra talál. Az a tanítása a mesének, hogy többen könnyebb az élet. A Szekszárdi Német Színház Tücsök és Vakon című darabjának bemutatójára november 7-én kerül sor. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelően Kft. Ajánlásával. Gyönyörű környezetben sokszínű kínálattal és szolgáltatásokkal várja látogatóit a Zsolnai Info.hu és Shop. A Zsolnai Örökségkezelő NKFT és a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT egy olyan komplex szolgáltató központot hozott létre a Zsolnai negyedben, ahol egy helyen lehet információt kapni, belépőjegyet venni, zsolnai termékeket vásárolni, valamint a legszebb ajándékok, ékszerek, órák között válogatni. Az Infopont és Shop november 6-ától tavaszig, kedd és vasárnap között tart nyitva, 9-től 17 óráig. Egy csésze forró csoki mindenkinek jól esik a hűvösebb napokon, miután megtekintette a Zsolnai Kulturális Negyed különleges kiállításait. November 2-ától december 31-éig minden megvásárolt zsolnai jegy mellé egy csésze ajándék forró csoki jár. Az italt a látogatók zsolnai csészében fogyaszthatják el a csokoláda csokoládéboltban. Fejlámpás séták indulnak a kivilágítatlan ókeresztény temető föld alatti labirintusában november 9-től. Fedezze fel az ókori sírkamrák sejtelmes világát, vegyen részt egy misztikus élményben. Az érdeklődőket idegen vezető kíséri körbe a Cella Szeptikóra látogató központban. A séta időtartama 1 óra. A Pécset szerkesztett Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat első megjelenésének 60. évfordulója alkalmából rendezett programsor egyik eseménye, a pécsi képzőművészek alkotásainak tárlata a Pécsi Galériában. A lap hagyományosan nagy figyelmet szentel a pécsi képzőművészetnek is. A kiállítás megrendezésével szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a Pécset élő, 1950 után született képzőművész generáció a magyarországi művészeti élet rangos szereplője. Most az Egy kisesti fizika soron következő előadására hívjuk Önöket. Egyre több fiatalnak van igénye a minőségi zene hallgatásra. Sokan szerettek bele az elektron csöves erősítő berendezésbe, anélkül, hogy ismernék az elektroncső alapvető működési elveit. Az előadásból megtudhatják, hogyan is működnek ezek a berendezések, milyen konstrukciós hiányosságaik vannak, így jobban megérthetőek a jelen technológiák is. A programokról részletesen a www.pecsprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! 14 balatoni viharjelző állomás fényjelzése újul meg 2019-re, emellett további 5 település partjára telepítenek viharjelző lámpákat, egyedi megoldásként pedig a tó közepén 3 darab vízi jelzőrendszer is segíti majd a biztonságos fürdőzést. Ez jobban látszódik például. Árgus szemekkel figyeli a meteorológiai szolgálat munkatársa az időjárás előrejelző monitort a Siófoki Obszervatóriumban. A szakembereknek jócskán volt dolguk idén a szélsőséges időjárás miatt. Április 1-e és október 31-e között összesen 5000 órán át villogtak a jelzőfények a Balatonnál, hangzott el a sajtótájékoztatón. Nagyon sokszor kellett a viharjelző lámpákat felkapcsolni ebben az időszakban. Ez a klímaváltozás hatására jelentkező szélsőséges időjárási jelenségeknek köszönhető. Minden évben igyekszünk
fejleszteni. Ezt már Tanka László tűzoltóezredes mondta Balatonföldváron. A szakember hozzátette, idén 4 településen, közöttük Balatonakalin és Zánkán is ledes lámpákra cserélték az elavult rendszert. Emellett Balatonfenyvesen a mólóra helyezték át a viharjelző oszlopot a jobb láthatóság miatt. A biztonság növelése érdekében 2019-ben is fejleszt az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Balatonnál. Erről számoltak be a szakemberek Balatonföldváron. A maradék 14 régebbi jelzőlámpát sikerül korszerű ledes jelzőlámpákra cserélnünk. Ez alapvetően a Balatonnak a nyugati medencéjét érinti. Ezen túlmenően újabb viharjelző állomások telepítését tervezünk még a jobb láthatóság érdekében, és ezek közül mindenképpen kiemelném, hogy a tó közepén 3 viharjelzőt szeretnénk elhelyezni, amelyek a még jobb láthatóságot biztosítják. A folyamatos biztonsági fejlesztéseknek is köszönhető, hogy évről évre csökken a vízbefulladások száma. Ezt már Horváth László mondta a sajtótájékoztatón. Több mint 400 ember életet mentettek a vízirendőrök a Balatonban 2018 szezonjában, teljes hajózási eddigi szezonjában. Több mint 200 kifutásra reagáltunk, és szerencsére sokkal kevesebb vízbefulladás történt, mint az elmúlt években. Nyilván a megfelelő kampányaink és hát az állampolgári fegyelem erősödése miatt is. 2017-ben 24, amíg idén 7 emberen nem tudtak segíteni a helyszínre kiérkező szakemberek. Ősszel is sokan választják a kompokat a Balaton két partja között. Hétfő óta a téli menetrend szerint óránként indulnak a járatok. Rekordot döntött az idei évben a balatoni hajózás, mind a személyhajó, mind pedig a komp közlekedésben. Október 28-áig 1.224.000 utas választotta a 8 perces utat Szántód és Tihany rév között. A kellemes őszi időben sokan pattannak kerékpárra, és kisebb-nagyobb köröket tesznek a Balaton körüli bringa utak valamelyikén. Idén körülbelül 5-5-szörre jövünk körbe a Balaton körül, a kiskört legalábbis 5-5-szörre, egyet egyszer a nagykört, és mindig a kompot választjuk, mert egyben nagy lenne a 200 kilométer. A kompok népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy az idei évben újra megdőlt az utasrekord, hiszen már október végéig többen vették igénybe az átkelő hajókat, mint tavaly egész évben. Gyakorlatilag idén is csúcsot döntöttünk, hiszen 2017 évben a teljes év vonatkozásában mindösszesen idézőjelben 1.146.000 utas szállítottunk, tehát időarányosan most is már egyébként a tavalyi hasonló időszaki adatokhoz képest plusz 106.000 utas szállítottak a kompok. A személyhajó forgalom 10 éves rekordja is megdőlt, utoljára 2008-ban használták ennyien 750.000-en a társaság személyhajóit. Több mint 300 millió forintot költhetnek el Decsen a házak előtti vízelvezető árokrendszer korszerűsítésére. A helyi önkormányzat pályázata már biztosan nyert, úgyhogy a munka hamarosan megkezdődhet. Alig látszanak a vízelvezető árkok a házak előtt ebben a Decsi utcában. Az évek alatt szinte teljesen eltűntek, gyakorlatilag egy szintben vannak a mellettük levő úttal. Ezeket az árkokat és még több másik utcában találhatóakat is fel tudja most újítatni az önkormányzat egy pályázatnak köszönhetően. Több helyen a betongyűrűket is kicserélik, és a falu egy részén lefedik az árkokat. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatódott, a képviselőtestetnek kell jobbá hagyni, és akkor megindul a beruházás. Ez összesen egy 301 millió forintos beruházás jelent. A fejlesztést a területi és település fejlesztési operatív program részeként tudják elvégezni Decsen. Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően Tolna megyében 27,5 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések. 15 millió forintból újul meg az idén 170 éves templom a Somogy megyei Görgetegen. Korszerűsítik az épület belső részét és a villamos hálózatot is. Varga László megyés püspök celebrálta a szentmisét vasárnap a Somogy megyei Görgetegen. A hívek a katolikus templom fennállásának 170. évfordulóját ünnepelték. A közösség, ha emlékezik, akkor erőt merít abból, ami a múltja, és előre tekint, mert van jövője minden közösségnek, ennek a közösségnek is, hogyha nem felejtenek, és hogyha nem csak őrzik az emlékeket, hanem meg is élik
azt az örömhírt, azt az evangéliumot. A somogyi kistelepülésen élő, aktív a katolikus közösség. Fontos, hogy mindez a templom épületén is látszódjon. Ezért is örvendetes, hogy hamarosan újabb felújítás kezdődik, fogalmazott a helyi plébános. A templom egy külső felújításon már ezelőtt néhány évvel teljesen átesett, most a belső felújítás vár ránk a következő évben, illetve ebben az évben elkezdődött, mindezt 15 millió forintból fogjuk megtenni. Egy villamos hálózat korszerűsítés fog történni, ugyanakkor az ezzel járó köműves munkák helyreállítása. Az EMMI pályázati forrásának köszönhetően jövő tavaszra belülről is megújulhat a templom. A rekonstrukciót a hívek adományaikkal és önkéntes munkával is segítik. Dizájnterv pályázatot hirdetett a Lafarge Cement Magyarország Kft. A sokszínű fugaformák elnevezésű versenyre képzőművészek, dizájnerek, formatervezők jelentkezését várják. A terveket november 30-áig lehet leadni, a zsűri által a legjobbnak ítélt munkák sorozatgyártásba kerülnek majd. Sokszínű fugaformák címmel dizájnpályázatot hirdetett a királyegyházi Lafarge cementgyár. A pályázat célja a kiírók által előállított anyagok sokszínű felhasználási lehetőségének bemutatása. A tervek beadási határideje november 30-a 12 óra. A beérkezett munkákat a gyár egy együttműködő partnerével közösen bírálja december 7-éig. A tervpályázatra várjuk képzőművészeknek, várjuk formatervezőknek, illetve dizájnereknek az alkotó munkáit. Éppen az lenne a lényeg, hogy ezeket a fuga színeket minél innovatívabb módon meg tudjuk mutatni bemutatótermekbe, illetve eladóhelyi terekben, úgy, hogy ezek mutassanak egyfajta innovativitást, illetve design elemként is szolgáljanak ezekbe az eladóterekbe. A nyertesek 2019. januárjában értesülnek majd az eredményekről. A zsűri által leginkább innovatívnak megszavazott tervek ezután sorozatgyártásba kerülnek majd. További részletek és a verseny pontos kiírása a lafarge.hu oldalon olvasható. 12. alkalommal tartottak Mártonnapi bormustrát a Somogy megyei Táskán. A hagyományőrző rendezvényen 24 helyi borosgazda kínálta idei nedűit. A tapasztalatok alapján a 2018-as fehér, rozé és vörös borok kiváló minőségűek lesznek. Lovas kocsikkal indultak a Mártonnapi bormustrára a táskaiak szombaton reggel. A helyi és környékbeli érdeklődők 24 borosgazda kiváló nedűit kóstolhatták meg. Hajdú Tibor kedvenc roziát is bemutatta a nagy közönségnek. Nekem mindenképpen kedvenc fajtám, ez egy kékfrankos rozé, 18-as kékfrankos rozé, és igen, az elmúlt években sikerült egy-két régiós borversenyen jó eredményeket elérnem a korábbi évjáratokkal. A borosgazdák nem csak kiváló borokkal, hanem finom falatokkal is készültek szombaton. A Mártonnapi bormustrát immár 12. alkalommal rendezték meg Táskán. Nem véletlenül hívták életre a rendezvényt, hiszen a borkészítés komoly hagyományokkal bír a településen, mondja Gadányi István polgármester. Próbáljuk azért ezt a társaságot úgy összetartani, hogy érezze mindenki jó magát, és azért jött ide, hogy végül is szórakozzon, egész napját itt eltöltse, és majd a legvégén, amikor majd bevonulunk a sátorba, ott viszont egy liba vacsorát elfogyasszon. És ehhez dukál majd a mindenféle, tehát mindenkori borok, fehér bor, vörös bor. Emellett a termelőket jó tanácsokkal is ellátták annak érdekében, hogy még jobb borokat készíthessenek. A helyi borosgazdák egyébként egyre inkább a minőséget helyezik előtérbe. Az elmúlt években komoly fejlesztések történtek a táskai szőlőhegyen, így a borok egy jelentős része már reduktív technológiával készül, megőrizve ezzel a gyümölcsösséget és frissességet. Újabb győzelmet aratott a pécsi férfi kosárlabda csapat. A fiúk a budapesti Szerkó TF ellen vonultak pályára a hétvégén. A magabiztos védekezés és erős támadójáték meghozta gyümölcsét. Győzelemmel zárult az alapszakasz 6. fordulója a pécsi VSK Veoli a férfi kosárlabda csapata számára. Csirke Ferenc együttese a budapesti Szerkó TF otthonába látogatott a hétvégén. Két negyed után 28-35 volt az állás a pécsiek javára. Az első félidőben ugyan gyengébb támadójátékot mutattak a fiúk, de erős maradt a védelem, így volt miről beszélni a nagy szünetben, mondta a PVSK vezetőedzője.
jól jött a harmadik negyed elején az a 2-3-3 pontos, a gyors indítás, a védekezésünk megmaradt. Ugye a TF-nek se estek be a dobásai, és tudtunk könnyű kosarakat dobni, és ugye úgy látom, hogy az azért megtörte őket. Nincsenek is annyian, mint nincs annyi rutinos játékosuk. Nagyon fontos ilyenkor, hogy mennyi rutinos játékosod van, amikor egy ellenfél ellép 8-10 pontra, hogy esetleg vissza tudsz jönni a mérkőzésben. A pécsiek egyik legjobbja Cameron Taylor volt. 20 pontot dobott a mérkőzésen, de a lepattanókat is sorra begyűjtötte az amerikai. A légiósok mellett azonban a fiatalabb generáció is aktívan részt vesz a meccseken, akiknek minél több lehetőséget kell biztosítani, hangsúlyozta Csirke Ferenc. Nekik ugye a fő bajnokságuk a piros csoport, az U20-os bajnokság, és azt, hogy maximálisan teljesítsenek az edzéseken. Ugye itt most azért van 9 olyan játékos, aki az aktív rotáció tagja, azért 10-11 embert nehéz forgatni. De mondom még egyszer, megpróbáljuk megtalálni nekik is a perceket. A mérkőzés utolsó negyedét a pécsiek magabiztos előnnyel kezdték. Végül 32 pontos különbséggel zárta a PVSK a meccset, 85-53-ra győzték le az egyetemistákat idegenben. Így pillanatnyilag a tabella első helyét foglalják el a fiúk. Legközelebb most csütörtökön játszanak itthon a pécsiek a Szeged gárdája ellen. Az MB2-es Dorogot még az előző körben elbúcsúztatta a labdarúgó Magyar Kupából a szekszárdi UFC NB3-as csapata, de az újabb körben a szintén másodosztályú Budafok ellen már nem sikerült a bravúr. 2-1-es budafoki vezetésnél még voltak lehetőségei a szekszárdnak, amelyekkel nem tudtak élni, s a továbbra is jellemző védekezési hibákból egyet kihasznált a fővárosi csapat, így 3-1-el a Budafok jutott a legjobb 32 közé. 2-1-es budafoki vezetésnél kezdtek éledezni a szekszárdi remények. Kockáztattak a fehérmezesek úgy, ahogy ilyenkor kell, a cserék Juhász Máté és Dombi Gergő tényleg hatékonyabbá tudták tenni az előrejátékot. Olykor folyamatosan nyomást tudott gyakorolni az alacsonyabb osztályú szekszárdi csapat az MB2-es fővárosiak kapujára. Azért a budafoki kontrák is gyakran magukba hordozták a gólveszélyt, 2-3 húzásos akcióik hárításához Lékokapusnak bizony többször is a helyén kellett lennie. Ahogy az lenni szokott, az ellenfél első valamire való helyzetéből újabb gólt ért el. Vankó 7-8 méterről senkitől sem zavartatva, ez volt a baj, lőhetett kapura, s a labda az egyik szekszárdi védő érintésével kikötött a hálóba öngól. 3-1-el a Budafok lépett tovább a Magyar Kupában a legjobb 32 közé. 2-1-nél volt 3 nagyon komoly egyenlítési lehetőségünk, de ez megint csak az elszalasztott lehetőség. Juhász Máté közel volt a gólhoz, kapufát találta el, végig veszélyes volt. A másik fél időben sokkal veszélyesebben játszottunk, és mentálisan is rendben volt a csapat. Szerintem ebből a csapat tud már előteríteni az NB3-ra. Hamarosan kiderül, vasárnap ugyanis Szekszárd Paks alsóházi rangadó jön az NB3-ba. Ennyi volt mára a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!